ebben az új videóban, a mai nap egy nagyon nehéz napomat fogom nektek megmutatni, mert elég rossz dolgok történtek, itt még amikor felvettük a videó elejét, én nem is sejtettem, hogy mi fog következni, de majd mindjárt meg fogjátok ti is látni, hogy miért volt ez a nap nagyon szomorú. Jó most el is kezdhetjük szerintem. Hát itt még nagyon békésen pihengettem. Ez reggel volt egy délelőtt 10 óra környékén. Aztán egyszer csak tudjátok, mit vettem észre. Ó, mondom, jön a gazdi. Hát mit csinál? pokolgat egy kicsit, elpokol mindent. Hát úgy látom, hogy játszani fogunk. De aztán itt nem játszottunk, hanem más dolgok következtek. Már kicsit furcsálódtam, hogy miért veszi ki az összes játékomat. Hát mondom, mi neked az? Lát, hogy mindegyikkel fogunk játszani egy kicsit. Hú, mondom, az jó lenne, nézzétek meg itt, hogy csóváltam a falkomat, itt még nagyon boldog voltam. Mert még nem is tudtam, hogy mi fog következni. Lehet, hogy ti már tudjátok, de majd kiderül. Írjátok meg kommentbe, hogy itt a videó elején ti már kitaláltátok-e, hogy mi fog történni. Mennyi mindent kivett? Azt a... Azt mondta, hogy Merlin, neked aztán jó sok játékod van, hát jól mondom, Hűtögetem, gyűjtögetem, és még sokkal több lesz ennél. Persze, hogyha kapok. Mert azért, hát ezért havonta egyszer szoktam kérni az új játékot. Ezután pedig a gazd ideült, és elkezdte válogatni a játékaimat. Hát mondom, minek válogatod szét, és tudjátok, hogy miket vett külön? Azokat, végét a legtöbbször szoktam nyalogatni, és amíg a kedvenceim. Pont az egzibőcét, a tigrist is megkereste, Pont ott a tigris, mert egész este tegnap a tigris csalogattam. Hát tudom, mit akar pod ezekkel csinálni. A hódít a szuján már egy ideje, de attól még nagyon szeltem, és itt van a másik kettő egérbőci is. Hát mondom, azokat ne bánst. Szed szóval én is segítettem neki, mert azt hittem, hogy valami jó dolog fog történni ezekkel a játékukkal. Hát csak válogatott, válogatott keresgét, és nézte azokat a játékokat, amik nyárosak. Vannak olyanok, például ezek a gumikacsák, ezeket nem válogatta ki. Hát mondom, mi a különbség a gumikacsa meg a plüsjátékaim játékaim között? Nagyon nem is értem ezt a folyamatot, aztán elvisszapakolgatta, a gumis játékokat azokat visszarakta, a plüsöket meg volt a szélén. Itt ma kezdett leesni a dolog, hogy itt elég rossz dolog fog történni ezekkel a plüsökkel, aztán kivette ezt a kiskocsát is, mert ez is olyan vissza volt gyalogatva, amikkel nem foglalkoztam olyan sokat, azokat meg visszarakta. Hát, mondom, ebből baj lesz, remélem nem a fürdő felé fog vinni. Az első útja a kis A kis most kaptam, és már tiszta nyelv, az is úgy oda rakta. Aztán jó felpakolva elindult a fürdő felé. Én itt direkt nem is akartam annyira oda nézni, hogy ne lássam, hogy mi fog történni, de persze nem bírtam ki olyan sokáig, és az elvitt, tehát azt már nem fogom hagyni annyira, hova viszed? Itt van ez a szörnyetek. Hát én valahogy sejtettem, hogy ebből a dologból ez fog következni, de ez ki akarja mosni a játékaimat. Hát az felejtsd el, tudod, hogy milyen sok munkám volt ezekben a játékokban minden nap! Már jó, régóta ezeken dolgozok, hogy jó nyárosok legyenek, és te most ezt egy fél óra alatt tönkre akarod tenni, hát én most már kezdek egy kicsit ideges lenni. Itt vannak az egvibőcik, hította az ajtót, és elkezdi beszórni az egvibőciket, én csak itt néztem teljesen lefagyva, mert még lépni se tudtam, annyira megilletődtem, az összesen csomagolja beoldalba. Szörnyétek megeszi ne a játékaimat. Hát ez ellen valamit tenni kellene, de most hirtelen nincs ötletem, hogy mit tudnék el csinálni, csak nézem, ahogy pakolja be a kedvenc játékaimat, pont azokat, mik a legkedvesebbek nekem. Mert azt mondta, hogy Merlin, csak akkor hozhatod fel az ágyba őket, hogyha kitisztulnak, meg ha tiszták lesznek. Hát mondom, a tigris az biztos, hogy nem fogod kivosni, mert én már elterveztem, hogy ma azt fogom este gyalogatni. Úgyhogy én ezt most megpróbálom kiszenni innét, csak elég nehéz szudjátok, mert azért félelmetes ez a berendezés, és félek tőle, de azért a tégi is meg fogom menteni, meg azt az egy Angry hol lenne. Ha szerint szóltam a hogy fejezze már be a játékőbök a kibosását, ki a saját utcaid, hát ez így nem túl igazságos, ízeltem a büdös és koszos játékokat, az egy dolog, hogy ha te nem, közben itt egy kicsit, de még aludni sem mehetek így, ha ilyen folyamatok következnek. A tégről is sikerült megmentenem, gyorsan kiszedtem, de még ezt az egőbölcit ki összedni. Legalább ezt a kettőt, hogyha ma a többit ki akarod mosni. A ki, gyorsan. Hopp, jó van. Hál' Istennek, ezt is sikerült megmentenem. Most így próbálom kiszedni a kis kacsát is, hogy ezt a hosszú nyakú játékot. Én itt már nagyon kiabáltam a gazdinak, csak ti ezt nem halljátok hogy hát, ha visszaadja őket, és nézzétek meg, mi történt, azt mondta, hogy vissza fogja rakni a tigrist, mert az a legososabb. és már vissza is tette. Azt mondta, hogy már ide muszáj kivosni, és már be is súgta az ajtót. Ezután pedig bekapcsolta, és elkezdett világítani. Mondom, ezt nem hiszem el, hát ha elromlik közbe, de nem akart elromlani, meg kell volna rákcsálnom hát, hogyha akkor elromlik. Aztán itt folyamatosan azt figyeltem, mi a helyzet, de szerencsére egy egri bölcit sikerült megmentenem, hogy már viszem is vissza a többiekhez. Szegényt majdnem kimosták. De szerencsére én itt voltam, és szudtabb rá figyelni, Aztán szóltam a gazdidok, hogy nézd meg, megfulladnak a játékai, ott pörögnek, állítsad már le. Hát ezt komolyan, itt fogok ülni, ameddig el nem készülnek, és addig nem fogok inni sehová elmenni szerintem, hogyha sokáig tart, akkor is végig fogom várni, mert ezek az én kedves játékaim. Úgyhogy nem mosod ki a te játékaidat? Sokkal jobb lenne, ja, neked nincsenek is játékaid. Hát akkor most jön telefonat, hogy a kell neki most is szerint, de? Te mit gondoltok, szerintetek ki mosni a kutyádok a játékait, mert szerintem nem szükséges. Írjátok ma a gazdinak, hogy ilyet nem szabad csinálni. Itt van ez a szegény Angry Birdsé. Úgyhogy most erre nagyon fogok vigyázni, és szerint a mai napon többet már nem is fogom elengedni, meg nem fogom odaadni a gazdinak. Szerencsére a többi játékomat nem bántotta, úgyhogy most egy kicsit elfáradtam, el akartam menni aludni, de persze aludni nem tudtam, de azért az Angry Birthday t idehoztam, mert folyamatosan azok a játékok vannak a fejembe, hogy azok úgy mindig ott pöröghetnek szegények, úgyhogy lassacskan ideje lesz megnézni, hát ha már elkészültek, mert akkor már ki lehetne őket szedni, és megnézhetném, hogy épségben vannak-e, és hogy nem történt velük semmi baj, azon kívül, hogy jó illatuk lesz. Na, hát szállok is a fürdőbe, hát nézem, készen van. Hát, nem tudom, hát nincsen, mi mindig ott pörögnek. Hát már a szegények teljesen meg fognak szédülni, amire elkészülnek. Aztán szóval megint szóltam a gazdnak, hogy állítsa rá, de azt mondta, hogy még nincs kész, míg menje helyedre, Merlin. Na, akkor ezt mondom. Hát most már eltelt egy kis idő, úgyhogy úgy döntöttem, hogy megint megyek a fürdőbe megnézni, hát ha elkészültek a játékaim, és úgy nézem, hogy most már nem pörögnek, hát a füle kicsit kifordult, aztán nézzétek, de nagyon boldog voltam, hogy végre elkészültek, meg is szagolgattam őket, hát ennek nem volt egyiknek sem már Merlin illata, úgyhogy most ismét nagyon sok melom lesz fele, aztán a másik szörnyeteget, amit nem szeretek, ez pedig nem más, mint a szárogató. Aztán elkezdte oda rátenni az összes játékomat, mert azt mondta, hogy ezeket most meg kell szárítani Merlin, de hogy úgyis meleg van, hamar meg fognak száradni, és este már vissza fogod kapni őket, hol mondom, az jó lesz, és akkor sorba el kell kezdenem az összeset újra benyárazni, és az nagyon sok idő lesz. Úgyhogy most már be kell osztanom az időmet, és szerintem fél órát az egyiket, fél órát a másikat, harmadikat meg szintén fél órát fogom gyalogatni, és minden nap más kell bevinnem az ágyba, hogy újra visszanyerje az eredeti formáját, ameddig várokozok, Addig itt állok a szárogató alatt, hágy, ha véletlen leputjam valamelyik, és akkor azt már biztonságban tudom helyezni, de sajnos nem akartak honnét leesni. Úgyhogy lassan a videó végéhez is érünk, úgyhogy én most várom az estét, hogy visszakapjam a játékaimat, de ha tetszett nektek ez a videó, akkor gyertek iratkozzatok csatornára, nyomjátok egy lájkot, és akkor találkozunk nem sokára majd egy következő videóban, nagyon szerettek, akkor pedig a kis csengőt is kapcsoljátok be. Na cső! Sure.